Szavaszok, én Dezső Bence vagyok, és a legújabb videómhoz, ami a podcast legújabb része lenne. És a mai vendégem Spack. Szavasz, Dezső. Szia, Bence. Na, mi helyzet? Minden fasz, egy kicsit másnapos vagyok, de ezt neked már az előbb kifejtettem. Nem és meg egyébként. És igen, de ez a K. Kevin hibája, szóval innen is köszönöm szépen, mert igen. nekem az volt a tervem, hogy ezen a hétfő napon, ami tálap volt egyébként, ezt nem tudjátok, én pihenni fogok, de hát jött Kevin, és mint egy mint egy csajt, egy randin úgy itatott le engem, és vitte el, szóval nem, is, nem, nem tudtam mit csinálni. És most próbálom magad összeszedni, de mindjárt hagy tornázunk kicsikét, Bence, és akkor képbe leszek. Hogy tetszik egyébként a hely? Itt vagyunk ugye a szuper bemutató teremben, Kossuth Lajos tér 13-15. Nagyon-nagyon-nagyon menő hely, és ezt már szintén kifejtettem neked. Hát itt a pal nem tudom, ők látják, hogy ez hogy néz ki? Lát, látják egyébként, igen. Hát itt a parlament mögöttünk, ott ugye a Duna, ez az egész bútorozás, te mondtad, nem ika. Hát ez, nem ika, a Törökországban hozott. ez Na, tényleg nagyon menő, itt én azért el tudnék lenni, ezt is mondtam, tudnék dolgokat csinálni. Egy egyébként illene is hozzá így, így a, rapper létez, kéne azért, mert most én nem tudom mondani, hogy ugye Szabé, vagy igen, persze, és hogy hát majd Szabé, már beszéljük, hogy itt. Vagy itt itt szerintem nem csak podcasteket kéne forgatnunk jövőben. Itt kéne klippeket felvenni. Igen, nem szoktam reklámokat vállalni, de lehet egy-két izét megkóstolok valamit itt, vagy no. folyogatok fújog, csak azért, hogy itt lehessen valami kis huncutság majd. hogy megintem. vagy nyár van, tele vagytok burikkal, ugye viszonylag nehéz volt leszervezni, de számítottam is erre a podcastet, mert átküldted a naptárat, és hát azért jó meg volt rakva az a naptárdátumokkal. Hogy bírod? Hát bírom most már azért a negyedik éve, hogy csináljuk is így azért már eléggé rutinos az egész. Nyilván mindig be tudna zavarni az ilyen, az ilyen estő, mint például egy tegnap este, vagy akár koncertek közben egy ilyen este, ami, 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 ami eléggé gyakran megtörténik azért, hogy a fiúk együtt járunk csomó helyen fellépni, akár Maricséka, akár Manuel, akár pont a Kevin vagy Danielval, bárkivel. Képesek vagyunk ezekre az okoságokra így koncertek után, szóval Szóval ezekre kell figyelni, de, de most már azért így tényleg rutinosabbak vagyunk, és próbálunk, uh, próbálunk profin hozzáállni, és, és nem teljesen elveszni az egészségünket, meg, meg aludni be nem tudok aludni mostában, főleg amúgy nagyon-nagyon rosszul, uh -huh. de, 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 igyekszünk, is akkor így nem annyira nehéz most már, mint például mondjuk két éve, meg két éve megöltük magunkat. Nem figyeltünk azt meséld el nekem, mert mindig van egy kis szekció videó elején, amikor a parfümökről beszélünk, tényleg egy percben, hogy így neked mi volt a legelső parfüm, akár amit használtál, vagy mit jelent a parfüm maga? Én nem vagyok nagy parfümös, amúgy ezt mondtam neked, de múlva van egy annyi sztorim, hogy az édesanyám volt nekem annól még fiatalabb koromban, nem tudom, ilyen 16 éves lehettem, 15, nem tudom, tényleg, és egy parfüm, de egy ilyen rossz, kis James Bondos, tehát 007 annyival rátéve, és, uh, és akkor ezt fújogattam akkor, és uh, akkor már azért csajozgattam meg én tudod, elkezdek, akkor már az ember így ilyen, ilyen irányokban nézegetni, és, uh, és uh, ott mondták a csajok mindig, hogy tök jó az illatom, és akkor én erre rájvájboltam, hogy hú, ez a lehet Dullan, van valami, hogy van dugva valami huncutság, és, 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 én ezt megtaláltam, nem is én, az édesem én ezt megtalálta nekem, szóval ezt nem, nem lehet csak úgy elhagyni, és akkor ezt fújogattam egy most már egyébként nem veszem, Öm, egyszer, egyszer próbáltok is, rácok hát is megvarázsolja mi, mi, az, ami most bejön neked? Mondtad, hogy mit Igen. is használsz? Most egy pakorában ami bán. az az érdekes múlt, hogy az a neve, hogy Phantom. Ezt ki is raktam a És ezt egy, amúgy ezt ajándéba kaptam még karácsonyra, és azóta nem fogyottam, mert alig fújogattam. Uh -huh. Most, most vettem elő valamikor, azóta. Szóval kb. ennyire vagyok parfümös. Ennyi, úgy. Jó, úgy a 007-es. A 007-es, igen. Na azt, azt magyarázza el nekem, hogy ugye kérdeztem hogy a podcast előtt tőled, hogy az hogy van, hogy hatot mentek kb. egy héten, nyáron, amikor fesztiválszezon van, van. de olyan is Csak olyan. becsúszik így a hetedik buli, így nem lesz szervezet, de Kevin nem megindultok. Hogy igényled egyébként még? Tehát értem, hogy nagyon jó érzés, másnap meg haldokolsz. De hogy érzed ezt? Igényled? Um, valamikor igen időszaktól is fog egyébként nagyon. nekem azért most hosszú kapcsolatban kapcsolatom volt, uh -huh. és ott azért más nem teljesen a szituáció, olyankor inkább ez, ez, ez egy kapcsolatban a jó, hogy van hova hazamenned, és nem, yeah. nem elveszve lófrász valahol az utcán bebaszva kákevinnel, meg ilyenek, hanem, hanem hazamész, és akkor le tudsz feküdni a, a, a meg ilyenek. Most, most például pont én nincs, azóta megint kicsit többet akkor me meg, meg, a, meg amúgy alapvetően a kérdésre a válasz, hogy van-e van -e még erre igényem? Nincs. Már úgy, tehát ne a szóval nem nyilván. Tehát most az átlagember, aki elmegy bulizni hétvégente, meg ilyenek, és akkor, és akkor neki az a, az, a, az a felszabadulás, az nekünk már nagyon-nagyon messze vége, hogy, uh -huh. hogy ez olyan felszabadulás, mert ugye ez már hamar meg munkába, hogy megyünk, és akkor bulizni kell. Uh, hát nem a fiatal koromban elkezdtem bulizni, és uh, nem tudom, te is tudod, hogy 15 éves koromtól nem voltam itt a bevárosban, vagy kb. minden ilyen szar helyen. Ezt lehet, nem kell volna mondani, bocsát, kertnek, meg <laughs> mindegy, szóval, uh, szóval uh, nagyon korábban buliztam, és, uh, és, uh, és, azért már így kiégtünk ebből az összes ilyen szórakozó hely, uh, meg, 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 uh, meg ilyentől. De azért nyilván, hogy bebecsúszogatnak. Bebecsúszogat egyébként, de nálam is, amikor szakítás után voltam, akkor volt egy olyan időszak, amikor rengeteget bulisztam. Neked most, mivel rengeteget értél az elmúlt évekbe fejbe, hogy érzed, hogy egyébként ez valamilyen szinten egy menekülés, hogy kiszabadultál egy kapcsolatból, és akkor mert nálam benne volt a pakliba az, hogy azért bulizok annyit, meg azért terelem el a gondolataimat, mert kizárom azt az egészet, hogy most szabadultam, szabadultam meg idézőjesen egy... E hát kapság. én azt mondom, hogy azért nagyon sokszor igen, szóval, mm. szóval szerintem főleg fiatalon, hogy ilyen történik, mert azért idősebben már az egy másik szituáció szerintem, és azért ma, mai, tehát már nagyon sokszor ugye, elválnak ugye, nagyon idősen is, meg, meg van csomó új kapcsolat nagyon idősen, és, és akkor más, de itt fiatalon azért általában szerintem inkább még azért elszabadulnak az emberek ilyenkor is, jön a úgynevezett demon time, mm -hmm. és, és akkor így lehet menni. Aztán szóval van olyan ember, aki még a kapcsolatban se változik meg. Szóval vannak olyan fiatal lányok szerintem és fiúk is, akik, akik, akik belekerülhetnek egy kapcsolatba, amiben az egyik akár még próbál, is, tudod így kicsit felnőttesebben viselkedni, vagy akár akkor most nem annyira kélem magamat és szabad vagyok meg ilyenek, hanem, hanem ugyanúgy ö, folytatja ezt a biztos, ez a biztos csomó kapcsolatot, ha mikor amikor tud, folyton veszekedések vannak. Hogy... De mennyire engedsz ezekből, hogy befolyásolni akar a aktuális párod? Hogy azt mondja, ne bulizza annyit, nem lehet, dolgozol. Egy másik embert nem lehet kontrollálni, Szerintem, uh -huh. szerintem. Szerintem egyáltalán. Szóval bármennyire szere nagyon-nagyon szeretheted, és megtehetsz érte bármit, minden, de ha így nem fog tudni, kont fogod tudni kontrollálni. Tehát, hogyha ő azt, és, és nem is érim, ez a megváltoztatás téma is, ez egy séma téma, hogy ebbe ugye mindig belemegy az ember, tudod, akár, mm. akár fiú, akár lány szempontból, hogy, 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 hogy akkor most én leszek az, aki majd megváltozhatja, vagy biztos, mert hát nem, ezt nem kell, mert ez csak veszíteni lehet, meg el, el, elrontani a dolgokat, uh -huh. szerintem. A negyedik nyarat nyomjátok végig, ami azért már jó sok buli a hátatok mögött Brunóval, és a esetleg csak azért hívtalak meg téged külön, meg majd Brunót is külön szeretném, mert sokkal könnyebb szerintem így beszélgetni, mert megismerni a másik felet. De egyébként hogy, hogy szóval most már közben szólok, de, de nagyon jó volt az időzítésed, mert um, majd ezzel szívesen még beszélek is, de most már az emberek is látni fogják így, hogy jön Brunnak egyébként. Na jó, ezt akkor most, most gyorsan mondom, hogy Brunnak jön szóldala. Uh -huh. Neked az első klippes szóldalai rendesen. Láttam a promót a Igen, bitokon. igen ma maradtak ki pont. És ö, csináltuk együtt a zenét, és, és neki gondoltuk, hogy akkor ez ugyanúgy szó, és akkor nem megyek rá, mint, mint nekem is hogy voltak most. Ezt csak így gyorsan elmondom, mert nem az az oka, hogy mi nem szeretjük egymást, vagy szét Leszze. fog válni a dó, vagy bármi esmi, hanem egyszerűen vannak, vannak olyan stílusok, amiben a másik nem tud úgy kiteljesedni, illetve valószínűleg a másik meg ki akarna teljesedni egy másik stílusban. Mm -hmm és akkor ezt nem, nem akarjuk egymásnak akadályozni, és most ennek, ennek az eredménye az, hogy csinálunk külön zenéket, de attól még um, ugyanúgy megmarad a Bruno Ispák formáció is, csak, uh, csak kevesebb lesz együtt, és több külön most. Uh -huh. Szóval amúgy pont uh, jó, hogy ez Igen, azért az jó, az nagyon jó, mert amúgy meg kommunikációba, gondolom ezt direkt csináltátok, hogy nem kommunikáltatok alapvetően, hogy erről van szó. Igen, mert tudod az, hogy szétvás, még ilyenek lenne, akkor már nem tudom, és nem akarom, mert ezt majd úgy is látják az emberek, hogy hogyan alakul, jön a közös is. Nekem is a nagyon furcsa volt, hogy az elmúlt kilenc dalból, ami az albumhoz is, ugye, az albumon 80 talán, és akkor van még a fantom, ami mm. szintén szólód. Mm. Három ö, dalom van rajta a Bruno Egyébként nem, ja, nem ez volt a Ja. Itt nem ez volt a cél amúgy, hanem az, hogy ö, ez, ezt akartam lenni az utolsó ilyen egy kis időre az utolsó közös albumunk, csak ö, az a baj, hogy ő volt kiment ö, ugye Ázsiás forgatni, uh -huh. amit most szintén nem sokára majd láthatnak a akik, akik szeretnék nézni a Bruno-t Mexikóba hülyéskedni, és és kevesebbet foglalkozott vele, illetve neki meg akkor volt egy szakítása, mm. és akkor annyira nem volt működőképes. azért érdekes Ezért... ez az egész, mert ja. ne haragudj, az egész albumnak a, ami már engem nagyon meglepett, mert az egész albumnak az atmoszférája is más ahhoz képest, mint amit eddig csináltatok. De az üzenete a legtöbb dalból mégiscsak ilyen szakítás, egy lányhoz üzenet, yeah. uh, ilyen érzéseknek a feltárása tartalmazza, úgyhogy alapvetően kapcsolódási pontja lett volna, csak azért lepődtem meg ezen, hogy ez nem feltétlenül negatívum, én nem úgy értem, csak, yeah. csak hogyha már album, akkor a közös formációval azt hittem, hogy minden dalon rajta lesz a Bruno. Hát, ja, nem. Nem, meg úgy én is csináltam olyan dolgokat, amire én is úgy éreztem, hogy ő nem ülik rá, és, akkor, mm -hmm. és akkor így, és akkor megbeszéltük, hogy akkor igen, amúgy lehet, hogy akkor inkább mások innen megjelenek, viszont voltak olyan, amikre csak egyszerűen már vagy nem volt időnk, vagy, vagy tehát nem, nem, jött, nem jött, ez az album, ez amúgy ne a régi is, szóval ezek, ezen vannak két zenék, hogy mindenki érts ez egy olyan album volt, amivel egy nagyon hosszú időszakot zártunk, nézik, abban vannak tőlem zenék tényleg, már mondom, két évről ezelőttről, Aha. vannak mostanról, és, és így egybe akartam, hogy ezeket, amik így voltak így, ezt, ezt kiadni, ebbe, ebbe, azért volt sok érzelem és minden, illetve Bruno is akartam még közös dolgokat csinálni, ebből a szempontból az nem jött össze, meg, meg más szempontból is más az abból, mint akartuk, de, de, de én örülök, hogy ez kikerült már, mert bizony sok olyan zene van rajta, amit akartam, hogy már halljanak az emberek, és, és örülök, hogy ez így megvan, mert most meg ami még fontosabb, hogy akarunk koncentrálni mind a ketten arra, amik most a, most a tervek, és, és most pedig nagyon sok nagyon izgalmas tervünk van, szóval én kíváncsi vagyok nagyon. És akkor ez hogy oszlik fel? Most ő is fog kiadni szólókat, és akkor a koncerteknél, mert ez is érdekes szerintem a nézőket, ott mi lesz mondjuk jövő nyáron? Hát igen, ez a kérdekes kérdés, amúgy pont amúgy, ezt is mindig mondom most nála a Brunónak is, meg a, meg a producerünknek is, akivel ugye folyton együtt dolgozunk, Sláger, hogy hogy, nagyon elvesztem a múlt sok témából, hogy mit akartam csinálni, most próbálom így újra megtalálni magamat. És, és nem tudom. Szóval, hogy én még most nem tudom azt, hogy mit akarok majd úgy csinálni. Majd, vannak terveim a fejemben, hogy mit akarok, de hogy pontosan így, hogy mi hogy fog kialakulni, erről vízióim vannak, de, de, de most azt akarom elsősorban amiatt, mert így kicsit most próbálom tényleg megtalálni azt, hogy mit szeretnék, hogy a következő téglát úgy lerakni, ahogy az kell kibaszott jól a ah, lehető legjobban, és utána pedig arra szépen építeni rá, és ki fog alakulni, ahogy kell. A következő lépéseket mindig próbál a legjobban most, uh -huh. és akkor majd. Azt látom rajtad, hogy egyébként, ugye legalább két vagy három éve ismerjük egymást, hogy eleinte, amikor még így a idézésen az elején voltatok a karriereteknek, akkor sokszor arra mentetek rá, hogy minél nagyobb hype legyen egy adott zene, és hogy minél nagyobbat szóljon, ami annak a róvására tud menni, mert alapvetően erre van igény Magyarországon, ami nem egy degradálás, de hát ez van hogy nagyon könnyen megjegyezhető, nagyon én. átjön az embereknek, ami jó is, mert bulizni lehet rá, de nem feltétlenül van üzenete. Én. Gondolok itt a Vakmelegre, az AHA-ra, amik abszolút slágerek, és én, én nagyon szeretem ezeket az zenéket, és 15 millió megtekintésnél vannak, de az új albumnál meg azt látom, hogy az az elsőleges cél, hogy tényleg prémium legyen az, amit kiraksz, legyen üzenete, meg legyen egy olyan atmoszférája, amivel át tudod adni a nézőnek azt, hogy tényleg mi van benned. Igen. Mi változott most, hogy így ez előjött belőled? Uh még amikor utoljára voltunk nálad, akkor is emlékszem, hogy mondtunk azért, olyat, hogy egyre kérdésbé ez a mert tekintés meg ilyenek. Igen. most már ez az egész, egésznek igazából nem is tudom, hogy mi volt hogy a, hogy nyilván azon úgy, hogy szeretnék minél jobban magamnak alkotni, és, és az érzelmet, meg a, meg, a, meg, a, meg a, a történetét a kis életemnek elmesélgetni valahogyan, meg jó zenéket csinálni. Uh -huh. De de, de mert nem tudom, hogy mi volt még, amiért, mert ez így ennyire ilyen lett bennem. Valószínűleg hogy a social médiától ennyire elkezdtem undorodni az, mert ez amúgy, viszont most kicsit örülök, hogy ezt így mert tényleg fura mostanában, de az elmúlt én már azért elég régen, nem tudom, hogy mennyire vágod az insta de nem követek senkit, meg, meg, meg nincsenek annyira Igen, posztjaim, Igen. nem posztolok. Ez nem azért van, mert, mert hogy hú, mekkora sztárkultusz ez az egész, hogy nem követek senkit, vagy hogy mennyire gizda vagyok így, vagy flagma, vagy ilyesmi. Nem azért, mert egyszerűen, mert egyszerűen az egész annyira fura nekem, az, ami történik a social media, Instagramon, akon, ilyen helyeken. Um, nem is nagyon szoktad pörgetni? Na, hát nem sokat. Tehát, múgy, tényleg szoktam Instagramozni, TikTokozni már nem. Azt, nagyon, azt, azt, teljes mértékben off már. Mi nem tetszik a TikTokban? Fú, egy idő után annyira idegesítő volt, mert csak olyan videók, meg, meg, meg tényleg belerak egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, körforgásba, kb. Uh -huh. talán neked, talán három-négy dolgot, ami érdekel, és csak ugyanaz dobja sorba egymás után, és ez úgy, úgy az ilyen, ez ilyen, tehát, hogy a, a, oké, okay, hogy az, ugye nagyon sok impulz ez a szart impulzus, ilyen Igen. vihar, de vagy nem tudom, de, 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 amúgy meg, amúgy meg amúgy annyira unalmas, és tényleg ugyanazok a dobják nekem, és hogy leszük itt az agyamat erre a négy körre, mondjuk, hogy azt tudja kinek, kinek mi, de valakinek zene, foci, és nem tudom, még kurva jó nők, mint valószínűleg a, a srácok többsége, amit én is, és nekem amúgy ez is mondani nagyon idegesítő, hogy nyilván imádom a nőket is, nézni őket nagyon szívesen egész nap, de, 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 de ez az egésznek a hatása az, hogy így a csajok posztolják magukat mindenhova ki, és ahogyan ezt szerintem, ez így most már egyre lehúz, is úgy imádom nézni, és nem arról van szó, de, de az a baj, hogy befolyásolja téged, is belerak. ha, ha engeded, hogy hatásodra legyen, de aki belerak téged egy ilyen, kurva a körforgásban meg nem így, csak az, hogy, az, hogy a csaj ezzel kap nagyon sok lehetőséget és opciót magának, ami egyből az a mai világot erősíti meg, hogy 800 opció, felgyorsult, mm -hmm. mindenkit látszik, ki mit csinál, hogy, hogyha esetleg van palid, vagy valakid, aki, aki nem úgy viselkedik, akkor másnap már tudod azt, hogy ki az a 85 palid, vagy csak, akinek yeah, no. tudsz írni, vagy tudsz lájkolni, vagy lájkolni, vagy bármit csinálni. És hogyha hagyom hogy most pörgetem, pörgetem, néha én is néha egy-két csaj, de hogyha most pörgetem és értem, hogy az hogy Jézus, azt néz, baj, ez milyen nő, azt a kurva, nem tudom is oda, akkor, ami nyilván azért néha megtörténik, de, hogy, de, hogy, de hogyha mindig az akkor, akkor igazából csak én is belekerülök abba, hogy hú, most nekem is, ó, most mi, most mi, mi a fasz, akkor kurva jó minden de értem, hogy másik 85 pali valószínűleg ráír, ja. Yeah. rálájkol, mindent, és amikor meg abba vagy, hogy viszont belekerülni esetleg egy kapcsolatba, amit szeretné, hogy normálisan működjön, és, 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 és egészségesen elejtek, akkor meg ott van az, hogy Tényleg a az kitelt, kitett egy bikinis képet, lájkolják 70-en is, és, és oké, okay, hogy akkor mondjuk nem csinál semmit, de másnap te fasz vagy vele, és nem se akar, meg ilyenek, és meg úgy van, hogy ilyen, hm, igen, én akkor most visszanézem ezt a 80 és akkor megint azt, az hogy kirakok még egyet, megint és akkor pedig már ott van egyben ez a sokot szó, de ugyanígy nem akarom lányokra kivinni ezt az egészet, ne, értsék, ne értsék, fél az emberek, mert a fiúknál az ugyanígy megvan. Persze. És nálam maga miatt, hogy többen is mennek, még jobban ugyanúgy megvan, mint egy átlagsásznál. átlag Azt, hogy nekem is ott van nyilván az, hogy látom ezt a csajt, azt a csajt, hogy ha vagy lámláik vagy valami, de Akkorom, hogy minél kevésbé tudjon állni, és szerintem egyébként ez mind fiúknál és mind lányoknál egyébként sokkal gizdább tud lenni, mint hogyha valaki folyton ilyeneket posztol, vagy folyton ilyeneket lájkolgat, vagy, ilyeneket, mint aki kimarad belőle, és még inkább élőbe kurva, vagy vágy tud lenni, vagy, 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 így is meg tudja azt oldani, hogyha akarja, hogy valami legyen érted. Nálad, meg a bruno -nál, vettem azt észre, amióta zenészek vagyok is ismertek lettetek, hogy a többi zenészel ellentétben és közszereplő ellentétben Kb. semmit nem posztoltok a magánéletetekről. Semmit. Mindenki kirakja, hogy hova megy nyaralni, hogy hülyéskedik, hogy koncert van. Ti legtöbbször a koncertet se rakjátok ki. Ah, azt is meguntuk sokszor. Ja. De a, a magánéletet, azt így tudatosan, vagy csak azért, mert a social media nem érdekel? Tudatosan, és nekem most is a, ez aki volt ö, utolsó kapcsolatom, ő is ö, például posztolt ki ö, képeket velem, és tökre ki volt, hogy én nem, de ennek nem az volt az oka, hogy én nem akarom fölvállalni, vagy nem tudom, hanem az, hogy alapvetően egyébként nálam ugyanebben az esetben is nyilván rászállt csomót a is, nem tudom, és szétköpték, mert mindent. Tehát, hogy meg volt ez az oldal is, bocsánat, de... de, de, inkább azért, mert amúgy úgy gondolom, hogy szerintem a boldog kapcsolatoknak a nagy része az nem posztol. Elsőköszönöm neked, szerintem, aki, szerintem azok a legboldogabb kapcsolatok, amiknek nincsenek posztolva, meg ilyenek, akik, Nyilván vannak kivételek, nem ezt mondom, meg van csomó olyan híres pár akik nagyon boldogan el van, de, de szerintem általában a legtöbb olyan kapcsolat, ami szép van posztolva, hogy ennyire menők vagyunk, és ide, ide jöttünk, nyilván, igen, vagy ez vettük ezt vettük együtt, érdeményes. vagy, vagyunk vagyok, ide jöttünk mi a fasznak fotózod le, ki egyedül, vagy a pároddal, és, 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 az és érdek, mert valószínűleg többet érte nem lesztek ott, ahol vagytok együtt, vagy nem tudom micsoda, vagy oké, most visszameltek érde, de azt a pillanatot ahol ti, most ne posztolás, nem tudom, hanem, érte, 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 és nem érted, élvezetek ki ketten. is. nem, Az többi is, másnak mutogatása, mit akarsz mutogatni? Az, hogy boldog vagy mással, másnak, vagy, vagy, Igen. vagy, az, neked van egy tök jó kapcsolatot, tehát kit érdekel, élvez ki, meg élvez ki, te érted, szóval, ez, ez is egy kicsit ilyen furi, és amúgy nem baj, ez is amúgy lehet posztolni, mert lehet ezt is egészségesen csinálni. Hát Egyszerűen nem vibe és mostanában nagyon-nagyon nem. És ez is van az, hogy tényleg nem csak az, hogy nem posztolok, és tényleg egy poszton van kint is, néha vibe egy-két képet, és akkor azt kint hagyom, vagy valami. nullember embert követek, mert a sztorikat is annyira nem szeretem nézni, hogy ki, tehát, hogy most én, a legjobb barátom Nem, nem is csinálnak semmit. Persze. Hát hosszú távon látott, meg, hogy meg, semmi nem meg, egy, meg, ugye, meg ugye ez, ez is de érted, hogy hamis világot át, át mindig tényleg az Leszze. egész. Tehát, Mindenki a legjobb oldalt mutatja nekem, nem. volt bírélem, nem tudom neked le van-e, vagy le volt a -e töltve. Én egy, amúgy, f... én is vágy voltam, hogy egyéb... én, hát, ugye... én két hónap után letöröltem, mert amúgy egyébként senki nem csinál semmit. Nem annyira izgalmas, igen. Ja. Ritka, amikor, amikor lehet, amúgy ilyen, abból is én de és kicsit kicsi ideig volt nekem is. Mindegy, szóval, ja, de most én a titokomat is, nem csak azt nem használom, hanem ott is az összes videó van szedve, és abban is biztos vagyok, hogy én, oké, okay, és amúgy azt akartam mondani, hogy amikor utára voltunk, akkor is mondtuk már ezt, hogy és nem fejeztem be teljesen az egész, amikor eltértem, de, de hogy múlt éve akkor már mondtuk, hogy két éve, nem tudom, amikor voltunk, hogy, hogy annyira nem érdekel már a tekintés, de most arra tényleg eljutottunk odáig, hogy hogy ez az egész, az hogy, az hogy, az, hogy, valamit úgy bereklámozni, vagy ilyesmi, már má az sem. Tehát, hogy most a Bruno például csinált TikTok videót, és nagyon-nagyon meglepődtem, hogy csinál videót, mert nem csinálunk már annyira, meg én, én meg egyáltalán, és akkor így, ami adom, csak meg csak meglepődtem. És, és tényleg nem, ez a, ezt az egésznek a promócióját, ezt nem, nem szeretem már így csinálni, meg ez a TikTok táncolások, vagy videók, meg, vagy bármilyen csinálni, ne, egy ezért pörögjen nem meg, inkább most már tényleg csak ilyen természetesen akarom azt, hogy csinálok egy zenét, kirakom, és lesz, ami lesz vele. És volt egy ilyen beszélgetés köztetek, hogy nem fogjátok ennyire a magányetet posztolni, mert értem, hogy egyik költöket se érdekel, és nem szeretnétek így kirakni, meg nem akartok a social mediának a függője lenni, de közben meg, mivel előadók vagytok, nagyon fontos marketing eszközt tud nektek lenni az Instagram, a TikTok. Ja, Tehát ja. attól, hogy nem rakod ki, hogy mi történik veled, ami érdekes lehet bulvár szempontjából, elesel esetleg új hallgatók. Persze, persze. Ebben teljesen igazad van, és pont egyébként ezt beszéltük manuel is, és nem pont áll, mi is amúgy valamilyen interjú vagy nem tudom, mindegy, hogy, hogy igen, amúgy például a, a, a Manuel pont azt mondja, hogy ő azért egyet, hogy én kiposztolja azt, hogy, hogy a barátnővel mit csinál, meg hogy milyen szituáció, vagy hogy éppen ki van, akkor mondjuk kirak van olyan depis dolgot, vagy ilyesmit, uh -huh. amiből ez is, az is levehető, hogy szakítás volt, vagy mondjuk balhé van, vagy milyen a kapcsolat maga, mert azt gondolja, hogy ő ezzel tudja azt elérni, hogy a, hogy a, a, a közönsége minden közelebb tudjon uh -huh. a, ahhoz, a, a, valósághoz állni, amivel történik, és akkor ezáltal átadni még jobban azt az egész sztorit hitelesebben, amit, amit, am, amit tök minden, de én nem ez vagyok. Tehát én biztos nem fogom Van valamilyen szinten bele, 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 tudom kövergetni, meg, meg elmondok én is dolgokat, mert most is itt vagyok, és meséltem róla, és nem tudom, meg, 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 meg én is akkor ki néha sztorikat, mert nem tudom de, de én alapvetően nem ezt támogatom annyira, illetve szerintem ez már a, az az irány, ami szintén nagyon-nagyon idegesít engem, hogy, hogy amit te mondtál, egyébként kettő dolgot látok itt Magyarországon, amit te mondtál, az az egyik, hogy nagyon egyszerű, skántálható ö, 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 magyar ö, sláger, ami, ami, olyan, hogy, hogy, ö, hogy, ö, hogy, lehet énekelni, mert nagyon könnyen megjegyezhető, lehet rá bulizni, táncolni, egyszerű, és akkor lehet, ezt, ezt kéri Magyarország, hogy ajatok sláger, tudod, ének, amit tudok énekelni. Ami megértek, mert nyilván azt akar az ember, hogy, hogy olyat halljon, amit tudod. Akkor hogy megmozgat Igen, ilyenek. ilyenek. és hogy 11 perc alatt írod meg kb. Igen, kb. és, és, hogy és, 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 vagy, és, vagy ez van, vagy a másik oldal, amit az előbb akartam válaszolni, hogy, hogy botrány, balhé, stb. És, és, és ez, ez kikészít engem. Tehát az, hogy, az, hogy, az, hogy itt, hogy kell, kell ahhoz, ilyen botrányok történjenek, meg, 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 valami, hogy befussanak és hallgassanak, meg ilyenek. hogy menjünk már a picsába. Ugyan. Én nem fogom úgy elég fasságot csinálok, és, és, nem fogom a fasságaimat kite, kiteríteni a külvilágnak azt, és hogy én valamit menjek. Attól függetlenül, mert, mert valaki ugyanúgy csinál fasságot, mint mindenki más a világon, és csak ezt már tudják páron, és azért lesz valami figyelme, az szerintem... Mennyire a döntésnek az, hogy pozitív példát akarsz mutatni? sem ennyire. Uh -huh. Egyszerűen csak nem akarok, nem akarom, hogy olyan dolgok miatt kedvények engem, ami szerintem unalmas. Uh -huh. Mert, mert általában botrák meg ilyenek azok azok. Ezek unalmas, felszínes dolgok, amik, amik nem, nem, érdekesek, csak olyan embernek, aki, aki vagy tömegben be van buzdítva erre, hogy hú, érdekes, és akkor menjünk, mint tudod, a tömegben mindig olyan van, Te egy bulin is, egy, egy ilyen kint, egy, egy, egy nagy beszéd, de minden, hogy mindenki megy, akkor én is, tudod. Igen, fú, igen, igen igazat én. mond, menjünk, érted meg ilyenek, és hú, ez menő, akkor menő, de meg érdekes, de nem, érted. Mi változott az elmúlt négy évben benned? Így, hogyha visszatekintesz a négy évvel ezelőtt tiszpákra képpen elkezdte a zenélést, meg volt az első Budán vagy Pesten, ami ment egy hatalmasat. Akkor kezdte, el, akkor kezdtél koncertekre járni a Brunova. Mi változott azóta? Bármilyen szempontból. Hozzáállás, a hétköznapokról mesélj. nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy honnan, hova lehet négy év alatt fejlődni mondjuk a tibandátokba. bandátokba. Közben egyébként, hogy tudjátok, ti is megálltunk, mert na, mit kell csinálni a kamerákkal? Újra kell indítani. Újra kell indítani a kamerákat, mm. és uh, teljesen máson gondolkodtam, mint olyan kérdés volt. De hogy az volt, hogy mi változott? Négy év. Mi változott? És ez kurva nehéz kérdés. Hétköznapok. Nagyon könnyű, nézzük azt. Én ezen pont mostanában gondolkodtam, és, és sok olyan dolog van, amit amúgy amit amúgy, amúgy, amúgy akartam egyébként csinálni mostanában, és nem csináltam például, én olaszul tanultam, ugye, azt tudom, valaki tudja, minden, hogy az olasz név, meg ilyenek, ami nekem van, ez azért van. Én nagyon szeretem az olasz nyelvet, kultúrát, minden, és ezt befejeztem és nagyon sajnálom, hogy befejeztem, és akarom ezt például folytatni, szóval olaszul is akarok újra tanulni, mm -hmm. és ezeket nem csinálom, és tőbb, például ilyen dolgok vannak, amiket akarnék, és meg, meg akarnám, tehát egy csomó akarom befejezni magamat még tudásban, ami, mm. ami, ami szerintem nem foglalkoztam vele annyit, amiatt már dolgoztunk fiatalon már többet, és ilyenben például nem, például, tehát azt mondom, hogy inkább elmennék, nem tudom, ilyen órákra, meg valamit még tanulni, mint hogy, mint hogy, mint hogy, mint hogy dolgozok most néha. Mert, mert most azt látom, hogy dolgozok négy éve amúgy. a uh -huh. Szóval négy éve én benne vagyok egy, és amúgy tökéletes, mert az időszak mert pont amúgy azért kezdtem és azért csinálom, mert, mert a, valamennyire azt akarom megmutatni, hogy nem csak mókus kerébe lehet élni az életet, szóval, hogy, hogy le, lehet más is, egy kicsit magadra figyelsz, és, és hát nem tudom. Vannak céljaid? Vannak, igen. Például. Vannak. A nem zenébe nem, van ne? valami hatalmas, ami így personális, nem kell itt nekem a Bruno Spackon belül gondolkodni, hogyha Bruno nincs itt most az ő nevében, ennyiratkoz. De van egy olyan, amit így a zenében úrstendő lenne elérni? Én amúgy nem. És sosem akartam magyarul Jerúrappelni, és ez pont most is, ez is pont van, egy itt napom, úgy meséltem valakinek, hogy, hogy aki kereszt ugyanezt tudom hogy én nem akartam sosem magyarul zenélni amúgy, szóval nekem egyértelműen még külföld volt a cél, és úgy kezdtem, hogy Bruno jött az ötlettel, hogy legyen Bruno x és, és, mind, hogy ez az egész csak, hogy zenéljünk egyáltalán, is a Bruno x -Pack. És azt nyilván akkor ott magyarul kezdjük el, mert itthon már nem tudom, és akkor mondtam, hogy jó, utána ez működött, és akkor lett belőle ez az egész, amit most, már, amit most már, csináltunk egy ideje, de, de többek között ennek is egy ilyen nagy vízválasztója volt szerintem ez a, nem szétválás, hanem, uh -huh. hanem, hanem, tényleg csak ez a külön zenélés, mert, mert, mert ki lehet, szerint, több dolgokba teljesen, és tudunk több dolgokba figyelni, amit mi szeretnénk csinálni akár. Öm, ja, de egyébként amúgy arra is, hogy, hogy mi nem, nem, nem közöltük ugye ezt se annyira le, mert mindenki, uh -huh. hogy most ez a szétválás még akár, csak akartam picit tenni, hogy ez például ugyanolyan, mint ugye az, hogy több, több, több mindent sem posztulunk ki, meg ilyenek, hogy én, én imádom a majkát, meg a körtiszt, de, de, hogy már a balhé van, érted? Igen, most újra, nem is tudom, már talán az Ati szólt be a és, 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 nagyon hosszú nevében uh, Majka, de, de, de hogy én ezt, én amúgy tett, nagyon, én mind a kettőket nagyon, nagyon bírom, uh, de, de hogy én ezt sose csinálnám, majd, hogy, és, és, én nem, nem, nem ők vagyok, szóval nem is arról beszélek, hogy mit nem látom át a szituációkat, ezért uh -huh. nem tudok tó, nem mondani. Én csak azt mondom, hogy én annyira ezt nem akarom, ezt az egész szétválás, meg semmit így, ö, ö, így És nekünk is volt a balhéink, nagyon sok volt, nagyon, volt egy nagyon durva volt nagyon durva időszakok nekünk is. Ezek mit miről szólnak ezek a balhéki projekten belül? Ö, nem, ez, ez, kicsit az ilyen, az ilyen nagyobb dolgok, tehát hogy nem, nem csak egy projekt, hanem akkor májből ilyenek, hogy, hogy maga a közös karrierünk, hogy, 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 uh -huh. hogy miért nem úgy van, ahogy ez vagy az akarja, vagy, 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 miért nem. Na mindegy, szóval inkább, inkább abban, hogy így már milyen irányba megyünk el, és hogy kitehet, ki, ki tehet, vagy ki nem, vagy ki mit csinál, inkább, és akkor ennek az egyményben az, hogy jó, kis mindenki csinálhatja azt, amit akar. Tartottál Külön már attól, is. hogy a, mivel nagyon jó barátok vagytok, és együtt is dolgoztok, a barátság kárára megy az, hogy együtt dolgoztok? Tehát milyen arányban osztik most az meg, hogy tényleg valósan Tehát hasznos azunkban... időt töltötök el együtt, értékes időt, ja. az a szemben, hogy dolgozunk. El is van, olyan kérdés, mert mint hogyha tudod így együtt lenni, tudom, amikor kapcsolatban el, hogy mi az, ami azért van, mert hogy haza kell menni hozzá, és mit csináltok együtt, Igen. amikor elmentek valami programra, miért Igen. van az? Igen, és amúgy, amúgy, amúgy igazad van, és amúgy ez, amikor legtöbbet ezen gondolkodtunk, az az időszak volt, amikor külön, amikor, amikor együtt laktunk, uh -huh. mert amikor együtt laktunk, akkor, akkor tényleg folyamatosan együtt voltunk, de tényleg ugye, ugye, ugye minden dolgunk közösen van kb. Tehát tényleg most egy-két dolg van külön. Azt jól tudom, hogy a cipőitek, a Jordanek is közösek volt? Ott, 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 ott a cipők is kb. mindent együtt, ugye, ugye akkor a lábunk is. <sítható> <sítható> Igen hasznos információ, igen. És, és igen, szóval az is, de tesz, hogy mindent egyszer csináltuk, és tudom, amikor nem az van, hogy csak együtt kelsz, meg fek... nem úgy, <gül> <gül> kelsz, meg fekszel ebbe egy lakásba emberrel, meg, 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 egy kajátok, meg fasz, tudja, hanem, hanem tényleg minden egyes találkozó, koncert, fotózás, stúdiózás, minden egyes dolog együtt van, és nem szakadsz el a másiktól, igen. viszont nem csinálsz semmire a direktbe, hogy vagy akkor tényleg most az azért, mert hogy élvezünk egymás társaság, meg azt, hogy Igen. barátok vagyunk, akkor az olyan, hogy azért szarja, és amúgy és ott volt talán a legtöbb vita, sőt, sőt, biztos, hogy ott volt a legtöbb vita. de, de azért megoldottuk ezeket, szóval mondom, hogy nincsen semmi gáz nálunk, csak most így el vagyunk. Mindenki azt hiszi, hogy egyébként jó ötlet összeköltözni. Nálunk is Szabival akkor volt a legtöbb veszekedés, amikor 0 24 hónapig együtt laktunk, az egyébként nagyon nem egészséges se a barátságra, hát Nehéz. Főleg ebben a korban. Igen. Stílusváltás, beszélünk erről is, mert a nézők így nagyon kíváncsiak, meg a hallgatók arra. Ugye kiraktam egy sztorit, hogy egyébként a nézők mit kérdezének tőled, és többen megjegyezték azt, hogy most nagyon hirtelen stílusváltottál. Ez hogy jött? Az album miatt? Nem, ez az album az régi téma, és ez teljesen más. Ez, ez az, amit mondtam, egy kicsit próbálom most magamat megtalálni, de. Uh -huh. Erről még nem tudom, hogy mit és hogyan meséljek, mert nem sok dolgom most fogok elkezdeni dolgozni, mert ezekre mondom most jövök rá. Uh -huh. De. De most kicsit más akarok csinálni. Uh -huh. És ez. A... Szóljál nyugodtan, hogyha túl-túl olyat kérdezek, ami belemegy a magánéletbe, de ez a szakításhoz van ehhez köze, vagy alapvetően ahhoz, hogy elkezdtél érni, felnőni, és azért értékeled át magadba a dolgokat. Mm. Mind, tehát hogy, tehát hogy nyilván ez több dolgból áll össze, ezért nem, nem lehet csak a szakítás, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincsen, nem volt rám semmi hatásra, az, hogy itt voltam egy lánya egy évig, majdnem. Uh -huh. Szóval, hogy, szóval az is, az, is, az is segített arra, hogy most, most, most ezt csinálom, amit most csinálok, hogy így keresem magamat. De ez, ez szerintem nem az egyedüli ok. Egyedül Tehát, hogy sok olyan dolgot elnyogoltam magamba egyébként, amit a, ami, amire, amire kéne, szerintem figyelnem sokkal. Ö, és, és nem tudom, most kicsit így, hát ilyen, más, más irányokat akarok tényleg venni. De, de nem merek többet amúgy elmondani, csak, csak amúgy csak nem a várom már. Amúgy. Most kezdek el újra dolgozni. Na ez Hovan tipikusan lát. az, amit soha nem mondtok el semmit, csak várja mindenki, és akkor meg lehetett már azt szokni, hogy mindig nagy dologról van szó. Na, de. Hát amúgy te, most nem tudom, hogy folyamatosan még a néző fogadni, amiket akarok csinálni, de, de most ez vagyok, én is úgy érzem, hogy ebben jól érzem magam. Mennyit segít neked az, hogyha kiírsz magadba valamit lelkileg? akkor, akkor nagyon sokat, akkor, akkor egyébként tényleg ilyen eszméletlen tud lenni. Most ebbe az albumban is voltak azért ilyen dolgok, ahol... Ha... Igen, ezért kérdezem, mert ah, most, most nagyon kiad... megmutattad azt, hogy... Köszönöm. amit, a amit nagyon magamból, de az a baj, hogy másnap ugyanúgy felkelsz és folytatódik előre, szóval... Megírod a dalt és kijön belőled, azt mondtad, hogy ez nagyon sokat segít, akkor pillanatnyilag. Mi van akkor, amikor előadod a színpadon? Tudsz koncentrálni arra, hogy mi a mondani valója? Vagy azon gondolkodsz, vagy azon vagy, azon törekszel, hogy minél jobb legyen a előadás? A kettő oh. be tud működni. Igen? Aha, hogyha... Ezt meg kellett a... tanulni, vagy ez az elejétől így van? Hmm. Az elején szerintem nem tudtam olyan zenéket csinálni, azért, hogy így kiadjam, az elején csak így hülyeskedés volt. Aztán most kezdett, majd idővel kezdett komolyabbá válni, amikor azért már voltak olyan zenék is, esetleg volt olyan mondani, hogy valami be tudtam magamat rendesen élni, nem csak több bulizni rá, mert általában azért inkább bulizzenéket csináltunk. És akkor most pedig már amikor előadunk ilyeneket, azért azért abba tudom élni magamat, és ez nem a kettő úgy lesz ilyen harmóniában, hogy amennyire beléled magad, annyira tudod átadni. <hállap> Melyik zene szerinted a, a, az, amelyikben a legjobban át, át tudtam magadat adni? A nem mondd el. Uh -huh. Csinálj, amit akarsz, be is vannak jók. A nem mondd el, az, az nem meg. Igen, abba, abba... én is azt hoztam volna fel például Most ugye alapból is hallgatom az albumot, de erre fele meghallgattam még egyszer. Ez fáj. Ja. Az ab... Na, abba érződik. Ja, az, 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 na, ott amúgy nem ott adtam ki magamból, egyébként a legtöbbet a stúdióban, abban a szempontból, hogy így érzelmileg az biztos, erre emlékszem azóta, még szintén hogy a slágerre a producerünkkel, az, az komoly volt. De, de amúgy voltak más érzelmes dolgok is, amiben nagyon sok mindent kiírtam. Mm, most, most azért az, az ne ott ment. De ez a fantomban is vannak érzelmek, de, de az kicsit más. Miben más szerinted? Ott én nekem még nincs a mint fantom, tudod. Vagy hm. hát az arról szól, hogy én csak így jövök, és megyek, és az ilyen és szar, és épp ezért neki kéne vigyáznia. Hm. De, de nem vigyáz a lány. De a másikban ott, ott, én szopom a faszt. Azt visszakapom. A fantomnál hogy jött, hogy hogyha jól emlékszem, 8 perces az egész kép. Én a kettes csatornára reagáltam is rá, és... Igen, a... emlékszem. Ez ho ho hogy, hogy jött? Tudod, nem van dicsérte engem, milyen jól nézek ki. Igen, nagyon jól nézek Na, szóval ki. Szóval szexi vagyok. Azt mondom. Köszönöm, lencu. <laughs> Akkor még folytatjuk majd a podcast után. Ja. Visszatérve, fantom. Uh, hogy, hogy a 8 perc az egész? Értem, hogy ezt a akart elmesél, csak ahogy mondtam a reakció és is, ez nem egy megszokott dolog. Sőt, szerintem nem is volt még Magyarországon ilyen. Hogy nem, általában az szokott lenni, hogy 30 másodperc erőzmény, történt, és ennyi. Itt 3-4 perc, ha jól, jól tudom. Yeah, yeah. Uh, hát engem múl volt most több ilyen tervem, meg mond, mond, mondtam is, mi neked tudod, anno, hogy akarunk táncolni. Igen, és erre is kitérünk. Igen, ez is, ez is, az is amikor reagáltál rá, hogy igen. Igen, most azért kiélegettem. és uh, ebben is nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogy akarom csinálni, mert uh, mert ta talán már a... Nem, nem is tudom hogy ez, már közelebb amit akarok csinálni a pilótásra. Szóval hogy Szofival volt nem rég zenélyem, uh -huh. abban is volt tánckoreográfia, amit csináltam, és azon, már fokkal jobban nekem, ezeket azért most csinálgatom először, mert ezeket így együtt találjuk ki az egyik táncosom srácomban, aki velünk táncol, és, és, ez, és ez így alakul ki, az is bennem. Most már, most már ahogy ezért is kicsit máshogy állok, most ennek kicsit így Elkattantam, vagy nem tudom. De, 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 táncolni akarok, azt is más egyébként. Szóval egyébként, amúgy attól függően adom a táncolást, nagyon... és azt is megcsináltam, de nem tudom most, hogy akarom csinálni ezt és folytatni még. Elégedett vagy a Phantom klipjével? Ö, elégedett vagyok vele, igen. Szerintem egyébként a bencék azok nagyon jó munkát végeztek, de azért ez, ez azért kihívás mindenkinek. Szerintem, tehát hogy attól függően, hogy tényleg kb. Netflix uh, sorozat hoztak csomó helyen. Érem, ez így van. Csomó helyen meg volt ez. Uh, voltak dolgok, amik, amiket nem pont túl sikerültek, ahogy akartam, ez ezért azért hozzáteszem, hogy egyébként legtöbbször így van nálam. Uh, szóval általában nem vagyok meg elégedve semmivel, uh, ilyen munka szempontból főleg. De, de amúgy, de, amúgy, nekem tetszik a végeredmény, és szerintem a fattan tudta adni azt a vibe-ot, is, a visszajelzésekből is ezt hallom, amit, amit, amit akartam. Szóval meg vagyok elégedve. Um, nem mondom, hogy nem csináltam volna más dolgokat, de, de jó. Mondom, csak most tényleg nem tudok úgy belegondolni amúgy az ebben a projektben, meg igazából semmibe, ami, ami, ami ilyen. És amúgy meg válaszolva a, a másikra, amit hogy sokan kérdeznek, uh, hogy, hogy, hogy a régi szpákot akarják, meg amúgy ebből láttam amúgy sokat, hogy, hogy, hogy mi lehet vele, vagy hogy régi spekot akar meg de most Az nem. érdekes, mert nálam a kérdez felelekbe, a legtöbb az, volt olyan kérdés, nem is egy, hogy azt mondja, hogy, hogy tudsz ilyen jól kinézni. Tehát amúgy tetszik nekik ez az új vonal, meg az új stíl? Mi azt látom én is, hogy így nagyon megosztó, hogy olyan, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, mert most azért, amióta most kiraktam egy pár képet, mert most ívők azóta, Láttam egy, pár, láttam egy jó pár ilyen sztorit, mindent, hogy, hogy, hogy mi ez, meg hogy, meg hogy mi van velem, uh -huh. de, de, múgy, de, nagyon sok a pozitív is, én ezt tudom, csak egyszerűen az egészre, hogy így viszont van sok olyan, aki régi szpákot mond, az annak, annak viszont azt üzenem, hogy az most ne várják egy kicsikét. És uh, mennyire figyelsz a negatív kritikára? A negatív kritikára? Nem ezzel kapcsolatban, amblok. ja, ja, ja. Attól függ, mert hogyha építőkritika tud lenni, ami ritka, sajnálatos módon itt a, a, a ezeken a platformokon, általában szerintem nem a legértelmesebb emberek kommentálni, kommentelni, tisztelt a kételnek, de, de vannak olyanok, amikre, amikre amúgy rá lehet félni, hogy amúgy, ha még fájna és egy picikét, ha érdekelne, amúgy igaza van. És akkor, és akkor abban kicsit belgondolok, belgondolkodok rajta, de, hogy, de, de általában az a baj, hogy nincsen semmilyen normális mondani valójá, az negatív kommenteknek, szóval azok hidegen hagynak. Tehát ami mondjuk ilyen felszínes dolgok, hogy kinézettől ez bármi Amúgy, ha meg arra gondolsz, hogy, hogy, hogy tényleg mint a zenére, vagy ilyesmi, az azért nem tudnak hatni engem, mert azt csak amit akarok, azért, ez, ezt a szakmát választottam, hogy azt írok ki, amit akarok éppen. Olyan azért fogok csinálni. Nyilván, hogyha mondom, hogyha látok benne értem, de akkor átgondolom. Van olyan dolog az elmúlt négy évben, amit másképp csinálnál a karrieredben? Hát most persze. Például. Most az elmúlt, hát... Kiadnád újra az a, a Jézusom. Nem mondod, hogy nem. Az a hát, az de azt amúgy múlt évek ki, a múlt, de az a, amúgy az, az a meg a vap meg az, azok nagyon-nagyon nagy zenék. És a Budán vagy Pesten? Ne. Nem, nem adnád ki újra? Nem, de, de, de az a durva, hogy ez nem is ennyi idő távlatával lehet ennyire ö fura nekem, majd tudja, ilyen szarabb. <laughs> hanem, hanem ez úgy is voltunk vele, hogy adjuk ki, most így nyára kicsit bulisnak jó lesz, <laughs> és akkor így lesz valami. Aztán hát mert mi is úgy voltunk vele, hogy oké, okay, amúgy nem rossz -e, de az meg azért ennyire nem jó srácok, és így közben meg folyta pörgettek, és akkor egyre jobb lett. Aztán végül kibaszott meg ott ment, szóval hogy állsz ehhez, hogy ezeket pörgetik jobban, és nem azokat, ahol, ahol tényleg átadod magad a közönségednek? Hát ezt azért, szerintem ez azért valamit elmondtam, amilyen a... És ezt nincs be a magyarokkal, nem vagyok ilyen, hogy gyűlölöm a hazámat, vagy bármit, de... de, a magyar közönség azért kevés dologra nyitott. Szerintem nehéz újat mutatni. És szerintem... Hát ja, kevés és ahhoz klappolni, és mondjuk egy... Á, ah, nem nem bele. Be. Mondja, nyugodtan. Nem, hát itt, nem, itt nem. aztán... Nem, nem, vannak azért, amiben nem mehetek. Mind, hogy olyan gondolataim is, amit hát most nem kéne előni. Milyen zenéket szoktál hallgatni hétköznapokban? annyira, annyira tág ilyen zenei. Mondja nekem valami meglepett. Mulatós szoktál hallgatni? Az soha. Külföldi zenét, soha. mondjuk román zenét szoktál hallgatni? Nem, külföldi, igen, de románt Romániát sem hallgatok, vagy mutatost, soha életemben. Csak nem. gondoltam, valami miatt meg. úgy, hogy ezek meglep, ja, amúgy meglep, meglep, meglep. Az meglep az úgy de nem az am úgy, de nem amúgy ö, de tényleg mindenféle zenét hallgatok, és ö, olyan szinte, hogy tényleg akár meghallgatok egymás után bármikor egy jazz-t, és, és egy olyan baszó repet, amit, amit mi csak az ilyen koromban beliek meg ilyenek hallgatnak. Azt. Tehát, hogy így mm -hmm. tényleg hallgatok, ne sok. Ö, jazz, funky, szólt, de amúgy, de mondtam, tehát ilyen régek között is mondom, Mike, hogy azt mondta, hogy elvisz, hogy Frank Sinatra, bárki ilyen nagyokat meghallgatok, és nagyon imádok, de is közben pedig bármikor, ez a számok közé is bármikor, akár egy, 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 repet is, egy trepet, egy technót, egy, egy újabb popot, amik mostanában mennek, de igazából nekem csak az a fontos, hogy jó legyen ez, de akár tényleg, Na, tehát Vori Dimeket is néha hallhattunk, mert az Na, az viszont meglepő. Ja, ja, de hogy így, tudod, most mondanám, hogy poém volt, de igazából akkor minden zenét poénból hallgatsz, mert amúgy ja. meg rá lehet amúgy arra is vágyból. Hát hogy abban is vannak jók. De azt mondom, hogy te, nekem nem az számít, hogy, hogy milyen zene, hanem hogy jó zene legyen. Szóval tényleg hogy majdnem mindent meghallgatok. Tényleg amúgy mulatós, ilyeneket azért ne annyira, meg mondjuk azt mondom, hogy klasszikus zenét sem szoktam azért magam tenni. Zambó Jimmy. Nagyon kíváncsi, mm, most nagyon sokan fesselik. Mm, 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 nem? nekem, nekem el is, elismerem, hogy tényleg az Ethan nyilván nem vélet, nagy néven, nem tudom, de, de, de engem így nem... Látod mögötte azt a produktumot, amit nagyon sokan odalátnak látnak? Zene, zenés szemmel. Mint távoli, de Én így nem mondhatok semmit, szerintem. Szerintem inkább pusra, és amúgy elismerem. <laughs> Jó, ez amúgy szimpatikus hozzáállás. Kösz. <laughs> hogyha már ilyen változtatásokról, változásokról és más irányba terelésről beszélünk szakmailag. Kevinnek megjelent az albuma, ahol teljesen más mutat, mint eddig szerintem. Szerinted milyen? Nagyon kíváncsi vagyok a te értékelésedre. Hát szerintem az, hogy ennyire... Meglepődtél rajta? Ne úgy Tudtad, én... hogy ilyen lesz? Azért tudtam előtte, mert ha de azért is tudtam, hogy biztosan nagyon, -nagyon fura lesz sok helyen most a furát arra értem, hogy például vannak olyan tudod, ahol, ahol elkezd énekelni, utána bejön egy, r, bejön egy utána bejön egy ridim, ridim talán. És, 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 ezek voltak, hogy, amiket én mutatott, hogy úgy voltam, hogy te, agya úristen, mondanám hogy én te vagy, 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 vagy így mit taltál? de... De, de nagyon de nagyot üt. De igen, és, amúgy ennek, ennek annyi oka van, hogy aki segített neki, az a Ginger. Uh -huh. Aki, aki, aki ilyen szereti az ilyen kreatív dolgokat, mint például az albumból, hogy az is, hogy végig van véve egy storyline. Ugye ez az ilyen világ, világok közötti, Igen. nem tudom, utazgatás és harcolgatás, és egy tök izgalmas, mert tényleg más és, és, és nagyon kreatívan meg tudta mássá csinálni a Ginger. Szerintem ez az, ami, ami a, ami a, a legfőbb változásnak az oka volt náluk, mert, mert a, Kevin amúgy hozott, hogy például pont tennap, amikor elvitt erre el az estére engem, akkor mondtam neki, hogy mennyire jó, hogy megmutatottam meg én új zenéket, hogy mennyire jó ez a, ez a, ez a, ez a, ez a rap regi, vagy ez a Igen. trap regi, vagy nem is tudom, amit csinál, és és ilyen, én ezt őszintén biz, biztos, biztos hogy most valaki odaírhatna kommentbe, hogy de itt van, mert én ezt láttam már ilyet. Én még ilyet nem nagyon láttam, lehet, hogy ők eléggé tájékozódott, de, de én ilyet nem nagyon láttam még, itt van föl, nem is, és, és nagyon tetszik, hogy, hogy ilyen, hogy tényleg ilyen trap, trebb, trap beat, trap van, meg, 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 meg trebb, drobok is között pedig ez, a, ez ilyen regis énekelgetés, és rap. szóval múgy, nagyon tetszik, meg alapvetően a többi is, amit csináltam, úgy nagyon jók vannak. Nekem a személyes kedvencem az az Andris Ekoval, Eko Andris, nem tudom, hogy ki hogy ismeri, a, a közösség a Sidebib. Nekem is. Az, is, az ja. nem a meg ott is olyat, olyat rak a Beat ginger hogy leszakad az agyatok. Szóval, ja, szóval amúgy, igen, tényleg, tényleg izdel, de szerintem ez volt itt a nagy, nagy, nagy ö, változásnak az hogy a Ginger itt besegített egyet. Mennyit számít a egy zenésznél, hogy melyik egy... producerrel dolgozik? Nagyon sokat. Nagyon sokat. Az kb. majdnem minden. Tehát, hogy nekem ugye van a, 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 a akit már ugye harmadszor is mondok, producerünk Schlager, ö, ő mindenem. Tehát, hogy az, az, hogy nekem ő van, az úgy csomó előadónak olyan itthon, akiket így látok, és például Daninak is, mert nem tudom, akik jött velünk zenélni, stúdiózni, meg ilyenek, amikor Batka vagy láttak, hogy tudod, nekem úgy van, az olyan lenne, hogy mindenkinek lehetne egy Batkája, azért az azok nagyon sokan leszoknának egy-két fasz, mm. mert, 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 tudd还是z, mert, tudod, tök, tökre bonyolult, mert mi például Dani is mert nyilván magának ott van, a lehova dolgozik legtöbbet. Ö, ö, Kevin, Kevin, az járkái ide oda, de amúgy van smith -szel. Mi is, voltunk más Smith-nél, is kurva jó, meg, meg, tényleg meg, tehát, van, akik nagyon sokat. Tehát, mindenkinek vannak, vannak különféle opciói, ugye Májlóéknál is egyébként volt a stúdiózások még annó nekünk, és de, de, de az, hogyha valakinek van egy olyan ember, aki, akivel, akivel, összeszokva tud így dolgozni, az olyan, amúgy én nem is tudom, hogy van -e még rajtunk kívül így rendesen több, szerintem itt van, mert nem nagyon. Akik így összeszokott producer, előadó páros, mint én, meg, a, meg az én producerem. Hát ráadásul nálatok ugye teljesen más a helyzet, mert ti nem letöltitek a beatet, és egy picit át változtatjátok, Mi hanem minden. ugye ti megcsináljátok konkrétan. Igen, igen, igen. És ez tök jó, mert ugye most már ugye teljesen úgy tudunk csomószor dolgozni, hogy én nekem ennyit kell mondanom, és tudja is, és, és, és nagyon érzi, hogy mit akarok, meg, 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 meg ott vagyok végig, és együtt tudunk mindent csinálni. Szóval nem mindegy, faszol. Nagyon uh, tipikus, hogy ilyen szokányos témára fogunk rákanyarodni pár mm -hmm. mondatra. Ugye van az új albumon is talán egy olyan sor a Bruno-tól, hogy ami arról szól, hogy elkölti az összes pénzét, és minek hagyja bent a bankba. De tőletek meg pont azt látni egyébként, hogy nagyon tudatosan bántok a pénzzel. Legalábbis nem vettetek autót, meg drága órákat, meg hasonló dolgokat. Amivel nincs gond egyébként, csak azt látom, hogy 20 évesen úgy vagytok vele, hogy, meg kell alapozni a jövőt. Hogy álltok a pénzkéréshez? Mire költesz a legtöbbet? Mert azért vannak koncertek, úgyhogy biztos, hogy tele van a szép. Csoki, csoki, csokira. Aha, igen. És még? Hát figyelj, amúgy a bulira, igen, azért sokat költünk bulizásra. Um... Elrakod egyébként nagy részt? De persze, amúgy. És amúgy ezért olyan sor, hogy, hogy igen, tudatosan is élünk, de másodról meg amúgy nem is. Tehát, hogy hmm. oké, okay, hogy vannak ezek a... Hogy, hogy vannak ezek a... Az, hogy azt a pénz, de vannak olyan esték, meg napok, meg, meg költéseink, amik viszont elvetek, illetve mi ugye minden dolgot reklám nélkül csinálunk meg. Nekünk nincs ott az, hogy mint egyébként ugyanúgy, akik ugye, drága autó, drága kocsi, stb. Mi az, minden faszom, amiket beszéltek most a, uh, akár egy Kevin, vagy Dani, vagy, uh -huh. vagy bárki, akiről beszélünk, vagy Maricsék. <clears throat> Igen, mi inkább azok, azt a részét félretettük. De azt is tegyük hozzá, hogy ezek az emberek mind menedzsmenteknél vannak, nagyon sok reklámokat csinálnak, szponzorációs tartalmakkal vannak tőle a klipek, amivel nulla nincs, baj ne, van. Nincs, nincs, nincs Nulla baj. Nulla. És amúgy, a Kevin is, és a kevén is, a magyar, nyilván a, a, mannyira, a, 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 a legtöbbet, de mert akik például az image nagyon-nagyon belefér. Tehát ő, ők, ők, ez az image. És a kurva jó, tehát hogy ők, ők, elmennek tévébe, filmbe, sorozatba, zenébe, reklámokba, mindenhol, mert ez az image és kurva jó. Persze a Kevin is tökről beleférhetnek, hogy tudok, a Dani is tök jól csinálhatja, amit csinál, amiket csinálják, de de, 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 nekem, nekem nem. És, és, a, a Brunnak sem annyira, a Brunnak talán egy fokkal jobban ő, és most csinálja a uh -huh. egyébként ugye a kólát, minden faszom. Én, 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 nagyon nem érzem, és nem is tudnám ezt csinálni rendesen. És, ja, és azért akartam elkezdeni, hogy mi nekünk az összes klip, az összes ilyen kiadás, minden az, az, az a saját zsebünkből megy száz százalékig, és a másik, hogy kurvára nem sajnáljuk, és én nem is fogom soha sajnálni, és aztán nem nagyon az sokszor, amikor én nem fogom most számokat mondani, de nem azt amikor meglepődnek az emberek, meg, a, meg a, akik, a, a, örösek, akik a bencék, ugye, akiket csináljuk a legtöbb klipet, amikor elmondom azt, hogy nem érdekel, így is mehet, de, de Laci, ez tényleg ennyi lesz, mondom, mondom nem érdekel. Most sem tudom, kérdezni, hogy a Phantom Clip nem. mennyire. Teh, tehát, amikor a, most így hozzávetőlegesen így a nézőknek elmondom, hogyha egy három perces klipről van szó, és itt most nem kell felszorozni, mert nem feltétlenül arról van szó, de, egy, egy négy millióba simán beremelt a klip vagy ötbe. Egyébként. egy átlagosan mondom. Ja, hát, az az egy három perces klipről beszélünk, vagy négy perces, az négy perces, az akkor az, egy, az, 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 az tök tökéletesen millió. mondtad, az átlag most mostanában amúgy azt mondom, hogy a három az nagyon kevés, tehát az, az már azt akkor tényleg ki centizni, az 5 millió, 5 millió, igen, 4-5 millió, ami rendesen egy átlag klip. És az, és ja. akkor ak és az, három perc. És az nem, és az nem lett nagyon, 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 ja. de csak egy mondjuk egy gizdább image klip. Tehát, hogy ja. valami. Megsúgjam neked, hogy mi legyen. Megsúgod? Ezt lereagálom. Én lehet, hogy tudom egyébként. Na, mennyi, ja, Ami húzza a hangot, ne hallják. <coughs> Azt a Akkor mégse tudom, kicsit kevesebbet tudtam. Nem hallottam, hogy csak mondom. Jó próbáljátok kitalálni. Várjuk a komment részekben a reakciókat, hogy hány millió. De amúgy a... a... Így is lehet kocsit venni. <laughs> nem kocsit veszel, hanem csinál. csinálsz. Hát igen. Szóval azért az ebből a klipeben mindenből kihaz, volna már bőven mindenféle kocsi, meg ilyesmi. egy házban nem biztos. De másnál az is. <laughs> Mindegy, szóval nekünk ez, 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 amire még én nagyon büszke vagyok, és amúgy nem verni akarom most erre a mellemet, hogy mennyire gizdák vagyunk, de azért igen. <gül> <gül> tehát, hogy, tehát, hogy őszintén nekem ez, ez, is, hogy amúgy nagyon sokan segítenek a menedzsmentek marketingben, koncertszervezésben. Viva Post itt bemondanám. Igen. Szóval, hogy, hogy ö, ö, ja, de, de, de nekünk, nekünk azért, azért ebben nagyon ö, de sokkal kevesebb van, mint, mint bármelyik másik eladnak, akit ismerek, és, és mindenkinek nekünk, 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 csak ugye booking van, aki, meg ugye most a posztforant segít de hát nekem nincs is reklám, szóval a posztforant miben segít, nem viccelek amúgy. <laughs> <laughs> nem amúgy tényleg amúgy jó félkők is. Ö, szóval, szóval nekünk amúgy tényleg ugye, alig csinálnak valamit, és, és én, én, és, én, ezt azért is csinálom, mert ez segít abban is, hogy minél jobban amit én akarok. Azért kezdtem el ezt az egészet, és nem akarom, hogy senki sem befolyásoljon bármi menedzsment, vagy kiadó, vagy bármi. Illetve, hogy hogyha már itt meg dolgozok érte, akkor ne rakják el a pénzt. Így a végére hagytam rendhagyó módon nézői kérdéseket, hallgatói kérdéseket, amit írtak az én instámra. Jött ilyen is például. Hogy vagy? Jelenleg. Keresem magamat. És ez jó vagy rossz inkább? Ez jó. Hogy éred meg? Kalandnak éled meg? Ez jó. Ez jó de hullám Az mindig az. Uh -huh. Főleg egy pof szakma tudod. de amúgy tényleg ennyi. Kérdezik, hogy lesz-e több zene közösen Brunoval? Bizonyára lesz, ugye ezt elmondtad. Van-e esélye a Most az ilyeneket szerintem megválaszoltuk. Honnan ismerted meg Brunot? Augustus, ne most nem rámondtam. Nyugodtan mondd, de hát most Kettő mondasz. Semmi. Együtt így... fociztatok, nem? nem? Nem, nem, hanem az volt, hogy iskola, ugyanabban a iskolai ilyen havertársaságban voltunk, de nem ugyanabban az iskolába, uh -huh. hanem több iskolában volt egy haveri társaság. Szóval, nem szeretnéd megválaszolni, azt kérdezik, hogy a Phantom Clipben tényleg úgy csókol, csókolgattad-e a lányt, hogy közben barátnőd volt? Ez barátnőm volt, de amúgy nem voltak rendes csókolgatások meg ilyenek, szóval, hogy az ügyes szí volt, de nem, nem volt olyan semmilyen nem is csókolószunk rendesen de sem szerintem. Uh -huh. Mi volt a legdurvább sztoria, amit átélt egy koncerten? Most négy év alatt azért csak van valami. Esté már el? Mindenki esett már el. É, nem. Nem. Szerintem egyedül de múl... vagy konkrétan a szerintem hazai is, Szerintem is, de, de múgy, ö, most biztos, hogy kimondtam, hogy el fogok esni hétvégén, valami érzem. <laughs> Biztos. A Dezső Bence karra, mint amikor a Flow, mikor izé rád fogad, ki is, a drake van ilyen Drake átok, amikor boxmatchedon is rád fogad, akkor biztos elveszik. <laughs> Most, amikor volt a Budapest Parkban a Petéknek koncertje, te ugye ott álltatok mellette konkrétan, amikor kiment a bokája, ti egyből konstatáltátok, hogy ez valószínűleg törött? Szerintem... A... Hát úgy tört. volt, hogy uh, a... ahogy így leérkezett, akkor így látom, hogy feszít, de azt mondtam, hogy tudod, elesett, el tovább, és, és nem, meg akkor, amikor visszanéztem rá, és láttam, hogy tudod, hogy akkor voltam úgy, hogy ú, 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 mert láttam rajta, hogy így mondta, hogy nem vicces, nem vicces, nem vicces, para van. És akkor így láttam rajta, hogy hú, az már lehet, hogy izé, tehát most para, és akkor utána meg úrát tovább, akkor úgy voltam, hogy talán nem, nem tudom, és akkor láttuk, hogy akkor, akkor, akkor amikor már itt, tényleg kézen óta új volt, hogy így látom, hogy minden ilyes lárásnál kb. így izé elfacsolódik az arca, akkor, akkor mondtuk, hogy nagyon van, valakit véletet érte. Gondoltad, hogy törött? Vagy csak úgy voltál hogy a bokája? Nem, nem tudom, tényleg ki volt, nem. aztán nem, emiatt nem tudtam, szóval bármit el tudtam képzelni, tényleg, nagyon, ki volt, fájt neki. Aztán amikor lehozták, akkor már amúgy levették, és akkor így nagyon volt, már látszottam, úgyhogy el van valahogy, hogy mondták is az orvosokat, ebből, hogy az eltört, csak hogy farán is nézett ki. De, de egyébként visszatérve a koncertre, amúgy uh -huh. ezt pont kis posztoltam már, és ő, ő, ő pont, akarom, és pont ezt is írta ki hozzá, hogy ezt dumáltuk ketten. Annyi, hogy hogy, 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 számomra ez a koncert így ö, azt gondolom, hogy minden oka van, hogy így történt. És, 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 szerintem amúgy csodálatos volt így, amiatt, mert, mert, mert vicces így kimondani, hogy csodálatos volt, eltört a lábát, de, de akkor a szeretet volt a színpadon, hogy Hogyha ilyen dolog történik, akkor az automatikusan, hogyha nem marad abban a show, akkor a show a részé válik, és az, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy a srácok, meg mi is végig ott mellette álltunk, ültünk, és, és, és ott voltunk neki, meg, mindenki vigasztalt meg, én azt mondtam, milyen zseniális hangot teremtett. Szóval, és, ja, és nem is láttam még ilyen Budapest plakot ahol, ahol az eladót ide oda és úgy hozta le, meg... meg Ez is Igen. De az viszont szerintem nagyon és olyan nem lehet csodálatos, hogy az első zene el a szegény. igen. Itt Mit üzennél a régi magadnak, a képen elkezdeni a zenélést? Egyetlen egy mondat, bármi nem mint csinálja, hogy csinál. Ugyanígy csinálna mindent? Nem, de az a lábasz, nem. Én azt akarom az, aminek kell. Te Amin minden... vele, hogy tanultál belőle, úgyhogy profitáltál belőle. Minden oka van. Persze, hogy most vissza, mert nem akarom más legyen, mindenki kell történnie. Van-e kiszemelted? Gondolom nincs. nincs, mert útkeresésben vagy, most már akarod én magad is, hogy úgy vagy hogy... Ja, ja, sem hogy most önmagam akarsz, nem olyan hogy nem, de múl, te, nincs Amúgy én sosem hittem abba, hogy, hogy tudod így keresed, tudod. Már van uh -huh. nem fogsz találni, tudod? Uh -huh. Majd jön. Legutolsó kérdés, ami szerintem rád illik a legjobban, a. főleg a jelenlegi album miatt a hazai magyar zeneiparból. Karrier vagy szerelem? Na. És miért? Nagyon fontos. Ezzel zárjuk a videót. <laughs> Adj egy kis időt. Adok. Adtam üzenetet, nem? Csak nem mutatom be másoknak hoznál le áldozatokat a szerelem miatt a karrieredben? Hát ezt persze. És a kettő közül kéne választani? Szerelem. Nagyon jó ilyen szenárió, de nem zenéhez többet. Szerelem amúgy. Szerelem. Én nem üzenéhetek? Hogyha nem zenéhetnél többet. Ah, többet az mert, a karrier, mert a karrier az így, tehát hogy az más, mert a karrier az olyan, hogy akkor kirakom, ilyenek hallgatják koncertet, de azt sem lehet, hogy kicsit izé. Otthon esetleg lehet, de hogy nem, nincsen koncert, nincs semmi otthon zenéltek akkor. Aha. Akkor már akkor feláldozom amúgy, a mert most te ég történne metál, szeremet, akkor bocs, akkor bármit amúgy nem adnál meg, érte. De, az így van. É, van és... a fejedben valami, hogy hány évesen szeretné családot? Hát, de ez az, hogy nem most szerethetek, de úgy, az lesz, nem De hogyha például mondanod kéne? Nem akarom mondani. nem évesen? Nem akar. Hát, ha jó lenne. Én meg, én, 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 nagyon, én nagyon, nagyon, imádom a gyerekeket. Uh -huh. ez, az így, így meg szoktam néha lepődni, de, de nagyon nem. amúgy én már nekem, hogyha lenne a lehetőség, akkor én már nekem most is lenne. Fiút vagy lányt inkább? Hmm. Vagy mindegy? Mindegy amúgy, de, de kicsi emberlem az, hogy fiú. De, de amúgy, hogy olyan lány, és ugyanannyira örülök neki a minden, csak kicsit rossz. <suklás> az, hogy vele gondolni abban, hogy hát olyan minden apukának, hogy, hogy föl kell majd nőni a kislánynak is. Nem, tehát biztos az, hogy én nekem lesz egy fiam, akkor jó, oké, nem takra így, de, de a lesz egy fiam, őt engedni, nem, most, nem csak abban a szempontban értsék, hogy értsétek, hogy hogy, ő, hogy bulizás, én nekem, nem tudom, amit tényleg alapvetően csinálja a dolgát, keresse a pénzét, végezze a suliát, sportoljon, amit akar és viszont ezt csinálja rendesen, mert csinálja meg magát mindent, a lányom viszont jön velem. A lányom viszont az jön nekem, és nem kell, ő, ő megkaphatja a ruhákat, megkaphatja a nyarulást, Mert tulajdonképpen a fiam az mint megy fapadon. Ez így is van. Komolyan mondom. Igen, mert én is végvittem minden faszom. A Csajszinak mindegy, ő is nyilván tanulja meg csinálja, de hát nem azt mondom, most nem azt mondom, hogy nőnek nincsen dolga az életben. Mert tudom, hogy egyből, az a baj, hogy majd vagy itt a feministák, mert minden már kaptam, meg így is az a miatt, mert annyi szart, tehát hogy jönnek rám, de, 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 de nyugodtan a igen, csak annyi, hogy hogy vigyel meg a Tehát a fiamnak azt tényleg csinálja a dolgát, minden faszom, én leszorom, hogy ő hol van, akár szenved, tehát akárhol a felelem, azért ne legyen nagy baja. Öö, de de, de fú, a kisám, az, az, ott fog már és majd vigyázok rá. De nem, nyilván nem örökre, nem leszek az apuk, aki bezárja őt, mert nem tudom, csak, é, csak egy ideig azért inkább ilyen biztonságban. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm. Hallgassátok az albumot, minden link ott lesz a leírásban, választhatok parfümöt, és találkozunk a következő videóban. Az előzőket pótoljátok be. Siasztok!